Zsuka, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra és ezzel együtt egy beszélgetésre, és hogy ezen a szép kerek évfordulón, a születésnapodon eljöttél, és veled ünnepelhetünk. Hogyan szeretnéd a kávét, feketén vagy fehéren? A cappuccino az fekete vagy fehér, vagy egy mind a kettő? Fehéren. Kicsit fehér. Akkor fehéren. Illetve hozunk neked egy süteményt, amelyet Nádas Hajnalka készített, és most a mai napon a te kedvedért egy mini tortává változtatjuk. Ez egyébként a feketén fehéren nevű sütemény. Fogad tőlünk szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. Mai vendégem az a nyíregyházi származású író-költőnő, aki élete nagy részében pedagógusként tevékenykedik a város egyik középiskolájában. A kedvelt Széchény és magyar tanárnő számára a 2017-es esztendő kerek és talán teljesnek is mondható. Irodalmi alkotó munkája az elmúlt évtizedben igen termékenynek bizonyult. Ennek eredményeként az idei nagy sikerű verseskötet után újabb kötetek látnak napvilágot a közeljövőben. A Vörös Postakocsi munkatársa, a Szabolcsi Írók Társaságának alapító tagja, titkára, a Megyei Szemle szerkesztője idén megkapta a Tokaji Írótábor díját. A népszerű művészpedagógus az oktatás mellett folyamatosan alkot és publikál, számos hazai irodalmi folyóirat munkatársa. Vendégem Nagy Zsuka, Kaleidoszkóp díjas költőnő, aki egy születésnapi kávézás közben mesélt élményeiről, munkájáról és további terveiről feketén, fehéren. Mai napod illeszkedik a mindennapi életedbe, hiszen tetted azt a feladatodat, amit minden nap teszel, és ide hozzánk erre a beszélgetésre is az egyik nyíregyházi középiskolából érkeztél. Mert hogy ugye mit is csinálsz a mindennapokban? A Széchenyi szakközépiskolában, remélem nem gond, hanem mondom a teljes nevét, igen, magyar nyelv és irodalmat tanítok, és éppen onnan tekertem el ide hozzátok. És mi volt az utolsó téma, az utolsó mai órádon? Éppen mivel foglalkoztatok a gyerekekkel? Az utolsó órámon magyar irodalom óra volt, vagyis hát irodalom óra, és Molière-től a Tartüff című komédiát, klasszicista komédiát vettük, és olvastuk a gyerekekkel különböző szereposztásokban, és nagy-nagy élmény volt, hogy értették a humort, benne értették benne a fordulatokat. Fontos, hogy életre keltsük ezeket a olvasmányokat úgy is, hogy olvasunk, és különböző szerepeket kiosztunk. Ez is már valamiféle kicsi drámajáték, egy pici, nem teljesen valós, de fontos, hogy fogják meg a könyvet, olvassák. Nekem az se annyira nagy baj, hogyha a telefonon nézik, bár kicsit öregszem és jobban szeretem, hogyha könyvet lapozgatnak, de tudomásul veszem, hogy van az internet is, és igazából teljesen jó, tehát ilyen ambivalens kapcsolatban vagyok vele ezekkel az internetes dolgokkal így, hogy akkor az órán is a telefont nézzék. Nem azért nem aradi vagyok, hanem azért, mert annyit nézzük a képernyőt, hogy azt gondolom, hogy én akkor képviseljem a papírformát, de többen nézték a telefonról, és ez egyáltalán nem zavart, és az esztétikai és a lelki és a szellemi élményből nem vett el természetesen. Mennyire lehetséges az, Zsuka, hogy egy alapvetően reál beállítottságú iskoláról beszélünk, ugye, ahol te pedagógus vagy, hogy mégis az irodalom ragadjon magával egy diákot? Milyen sűrűn lehet erre példa? Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mivel hogy minden évben van egy nehány fiatal, akit elragad az irodalom, vagy az írás, vagy úgymond a színjátszás, tehát a szereplés, vagy a szavalás, vagy a szép magyar beszéd. Tehát én ugye közgazdasági iskolába tanítok, informatikai iskolába, infósokat tanítok leginkább, fiúkat, és mindig a D-osztályokból is kinevelődnek, vagy jönnek, nem is tudom, hogy ez belülről fakad szerintem,
hogy ez a bölcsész érzékenység ott van bennük is, pedig programozók lesznek, vagy informatikusok, vagy közgáz vonalon mennek, de nagyon nagy élmény, hogy értik és érzik az irodalmat. Tehát azt gondolom, hogy jó helyen vagyok, és igazából az évtized alatt, mióta ott tanítok, megszerettem az iskolát nagyon és a diákokat. Azt gondolom, hogy egy általános ilyen bölcsész műveltség, vagy a világhoz való viszony az irodalomban van benne jobban, és egy érzékeny diák, legyen az matekból is zseni, legyen az közgázból is zseni, informatikából, azokat megérinti az irodalom. Csak kicsit másképp, mint ahogy a régebbi időkben, ez teljesen nem, egyáltalán nem baj. Találkoztunk mi már többször úgy városi rendezvényeken, emlékező műsorokon, hogy kísérő tanárként jöttél, mert éppen az egyik diákod mondott verset. Ez már többször is előfordult az elmúlt években. Ők rendre versenyeken is megjelennek, és szép eredményeket érnek el. Hát ez sem lehet egy túl rossz érzés. Hát ez nagyon-nagyon jó érzés. Ez a plusz is megtartja az embert a pályán, hogy olyan tehetségekkel foglalkozhat személy szerint, a saját szabadidejében, a saját lyukas órájában, akik komoly tehetségek, és nagyon komoly szakmai kapcsolat van ilyenkor a diák és a tanár között, és ez nagyon spanolja az embert, mint középiskolás tanárt. Mert nem mindig az órán belül jönnek ki a készségek, hanem egyszerűen szót kell érteni a diákokkal a szünetekben is, és azon kívül is. És nagyon fontos a tehetséggondozás, hogy ilyen szakszavakkal éljek, és megtartja az embert a pályán az a jó pár tehetséges diák és emberdiák nagybetűsen, akik az ember taníthat. Tehát jó hely a Széchenyi ebből a szempontból, és hála Istennek. Hát utánpótlás nevelésről is beszélhetünk, csak úgy, mint a sportban, hiszen te amellett, hogy pedagógus vagy, ugye mindenképpen alkotóművésznek is kell, hogy tekintsünk, jegyzetköltőnőként szerepelsz kishazánkban, illetve hát határainkon túl is. Mennyire tudod a kettőt elválasztani, vagy kicsit a művész jelen van az órákon is? Igen, ez nagyon nehéz. A kérdés is, meg a megválaszolni is, hogy elégedett legyek magammal. Igen, hát az ember sokféle szerepben van az emberi életben is, tehát én az órámon leginkább tanár vagyok, de akaratlanul a személyiség ugye ott van az órán, ami én vagyok, és én bizony egy költő ember lánya is vagyok, és mindenképpen jelen van az embernek a személyisége, szuggeszív, mit tudom én, élményszerűbb, kalandosabb, azt gondolom. Tehát túlmutat egy nyers definíció diktáláson, vagy egy lecke átadáson, ami nagyon fontos, de hogy az embernek jobban dobog a szíve, vagy nem tudom, hogy is fogalmazzam, de nem tudok olyan virtuóz lenni a tanórán a keretek miatt, mint amit mondjuk szeretnék, vagy ami én vagyok, mint költő. Tehát nagyon nagy tisztelettel is, alázattal és odafigyeléssel csinálom a tanítást. De nem csak feladat. És nem csak feladatként, és bizony költőként is a személyiségem miatt. És ez szerintem jó. Azt gondolom, hogy kell egy ilyen figura is a közoktatásban, milyen én vagyok. Mindenképpen megfér, és elférünk, és kölcsönösen szeretjük egymást, és becsüljük. Szeretem a kamaszokat, abszolút magam is kamasz lélek vagyok. Borzasztó rossz, mikor egyes kell adnom, de megtanultam az évek során, hogy kell olyat is adni. Mint ember nagyon sajnálom, de valamiféle rendszernek lennie kell, és ez a költői szabad lelkűségemtől távol áll. Igen, ezt látom, hogy ennyire fontosnak tartod, hogy erről külön beszélsz. Igen, nem tudom, ez most eszembe jutott valahogy. Lehet, hogy a diákok nyugtatnának, hogy de hát most tényleg egyest érdemlek. Tehát tessék nyugodtan egyébként élni. Van ilyen, ilyen is van, hogy azért értik és érzik ők, hogy mi a jó és mi a nem, mit érdemelnek és mit nem. Hát a kamaszos igazságérzet azért ott van. Mióta tanítasz? Azt hiszem, hogy is van, 14. éve lesz, hogy tanítók, és 11. éve a Széchenyiben. Az igen.
A 2010-17-es esztendőt milyennek látod? Én kívülről, aki ismerlek, és azért figyelem, hogy mit és hogyan alkotsz, azért úgy gondolom, hogy ez az év neked feltétlenül fontos. Talán egy kis állomás is lehet a életedben. Igen. Izgalmas, hogy kívülről is így látszik, mert magam is így érzem belülről, hogy valami összeért, megért az életemben, vagy az írói, költői létemben. Megjelent ugye a könyvem, a kötetem a könyvhétre, ugye, ami már régóta váratott magára. Igazából készen van egy másik, és félig egy harmadik, és egy negyed részt egy novellás kötet, és ez az utóbbi 3 év termékenysége és alkotói munkája és fegyelmezettsége. És ugye majd meglepetésemre egy díjat is nekem ítélt egy szakmai kuratórium, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy érzés, és nagyon nagy élmény volt megélni az átadást, az ünneplést, az utána való gratulálást, szóval nagyon-nagyon megható volt emberileg, és hogy az ember egy szakmai orgánumnak is eszébe jut, az azért az nagyon-nagyon jó visszajelzés, hogy az ember nem hiába csinálja, és hogy van értelme csinálni, de ha nincs értelme, az ember akkor is csinálja. Tehát még akkor is ütő a kenyeret, hogyha máshonnan is vásárolják a kenyeret. Tehát én akkor is írok, hogyha bármi van, tehát ez az én természetem. De mindenképpen úgy érzem, hogy valami történik ebben a 4.0-ás időszakomban. Viszonylag nagy kihagyás után jelentkeztél ezzel a idén megjelent gyönyörű külcsínyben pompázó kiadványoddal, verses köteteddel, és előtte pedig 2008? Igen. 2008-ban. Ez alkotói időszak volt, vagy minek nevezed ezt a nagy időkülönbséget? Igen, közben az ember alkotott és írt és összegyűlt, ugye a két kötete való, ami most ugye el is készült könyvformájába is. Nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy érthető és élvezhető és hiteles legyen a válasz. 9 év telt el, és valahogy elcsúszott az, hogy megkomponáljak egy kötetet. Nem volt belem elég hit ebből a szempontból. Túl sok időt elvett a közoktatási szerepem, mivel ugye teljes mértékben ott voltam a közoktatásban, és bizony-bizony az íráshoz végtelenített idő kell, és alkotás. Azt gondolom, hogy mit tudom én, most ért meg, hogy ez könyv legyen. Sokkal bonyolultabb ez, és sokkal összetettebb, tehát most végig kéne cikáznom 9 évet, nem úgy álltak össze a dolgok, hogy ez most kiadva legyen, és megszerkesztve, megkomponálva. Hát annyi, hogy azért közben antológiákban ott volt a kezenyoma. Igen, mindenképpen ott volt, tehát alkottam, több antológiában is szerepeltem, publikáltam ugye. Még az évversét is megírtad. Lapokban, igen, tehát az évverseim is bizony beleválogatták a verseimet. Ugye a Berlin Színházban voltunk felolvasni, az is nagyon nagy élmény volt, ugye, és különböző pályázatokon is részt vettem, ahol helyezést értem el. Egy új műfajt próbáltam ki, a novella műfaját, tehát aktív volt az ember, csak ez a kötet összerakása, ez egy komolyabb koncentrálás. Nagyon sokat dolgoztam ezzel a második kötettel, többet, mint az elsővel. Rengetegszer csiszoltam, átírtam, egy ésbetű nem tetszett, Talán komolyabb elvárásokat támasztottál már. Igen, talán, igen. És ugye az ember elküldi a kéziratát egy kiadónak, az is idő, míg elfogadja a kiadó, az is idő, míg pályáz vele, az is idő, míg a pályázati eredmény megérkezik, az is idő, míg ugye elkészül a kötet. Ez mondjuk nekem másfél év volt. Egy kicsit a kötet címét, egy picit magyarázd csak. Igen, a küllőksávok a címe. Hát a küllők azok a megtartó erőt mutatják, vagy próbálják szimbolizálni a
a perifériától, a központig, a vidéktől, még vidékebbig, a szegénytől, a gazdagig, a nőtől, a férfiúig, tehát ezek ilyen kis pillérek, amikre épül az egész. Tehát ilyen kis picike kis pálcikák, picike kis életutak, a küllők az ember életében. Legyen az életszakasz, legyen az érzelmi dolog, legyen az egzisztenciális, legyen az akármi. A küllők azok összekötik az életünket emberek között, vagy mondom, ahogy mondtam, tehát vidék és nagyváros között, vagy a periféria és a centrum között. Ezek a versekre is utalnak, több ilyen szocióvers is van a kötetben, több szerelmes vers is van értelemszerűen a kötetben, tehát ez a sokszínűséget mutatja, és akkor mindegy egy egész. Tehát, hogy senki nem ló ki a sorból, a legkülönbözőbb ember is benne van abban az egészben, és a legnormakövetőbb is benne van az egészben. Tehát valami egységet akar, de mégis sokszínűséget mutatni ez a küllők. És a sávok pedig azok a sávok, amin az ember életútja megy, hogy átkacsint a másikba, aztán visszamegy a saját sávjába, de kíváncsi egy másik sávra is, és igazából ez egy nagy kerékpár metonímia, uh-huh. ami az utazás, a szabadság, a szemlélődés, a különböző elemek, süt a nap, fúj a szél, esik az eső, és mind az emberre hull, és mind az embert éri. Ugye a biciklin sokkal intenzívebben éli meg az ember az utazást és a látványt. Legyen az egy napsütés, legyen az egy szegény ember menetelése az úton, legyen az egy szép kisgyermek látványa, legyen az egy szerelem látványa. Tehát az élő eleven életnek a szimbóluma és a szabadságnak. Valami ilyesmi akar lenni most itt hirtelen, hogy megkérdezted. Lehet, hogyha egy óra múlva más fog eszembe jutni, de igazából most azt hiszem, hogy talán meg tudtam fogni a két de most szót. Ebből, amit elmondtál nekem, az jön le, hogy tehát aki ismert téged, az tudja, hogy azért a bicikli az neked egy fontos eszköz az életedben, és eszköze az előrehaladásodnak, hogyha úgy tetszik. Viszont ezáltal, hogy mennyire intenzíven figyeled a környezetedet, egy kicsit úgy érzem, mintha olykor nem csak a saját életedet élnéd, hanem egy kicsit így a másokét is. Tehát nagyon intenzíven közlekedsz a bicikliddel. Igen, ez legyen egy szívbicikli, vagy legyen egy szemlélődő bicikli. Hát ugye Odysseusnál van egy tutaj, ugye egy omnibusz, vagy ugye Arany János gyalogjárt omnibusz, Krudi, tudom mondani, tehát ugye ez az utazásnak a toposzai azért jelen vannak az irodalomban, hát én, nekem a kerékpár az a toposz. Gyerekkoromtól most kicsit zavaró vagyok, hogy ennyire magamról kinyilván beszélni. Hát ez a műsor, hogy ez a műsor most ne legyen zavarba, mert ez igen, hogy az ember legyen tolakvó sem, de mégis azért adjon magából. Szóval nagyon empatikus emberlányának gondolom magam, és minden így átjön belém, ha akarom, ha nem. Mindent olyan intenzíven átélek, ami az igazából semmi közöm, de mégis úgy meghat és megvisel, és elfogult vagyok, és igazságérző, és dühös, és együtt örülök, és sírok a világgal, hogy ilyen érzelgős legyek. És ezek mind a szövegben, meg az írásban képeződnek le. Tehát nagy igazságérzettel, nagy társadalmi, szociális érzékenységgel, tisztelettel és alázattal, és azért nagyon szeretem a humort is persze, és a könnyedséget, és a nagyvonalúságot mindenképpen. Ezt most valamiért fontos volt elmondanom. Milyen keretei vannak a mi megyénkben azoknak az alkotó művészeknek, akik ilyen formán alkotnak, hogy írnak? Milyen közösségetek van? Igen, én ugye Nyíregyházán születtem, és Nyíregyházán alkotok, és erre egyre inkább büszkébb vagyok, hogy én itt megmaradtam, itt Nyíregyházán, és itt élek, és itt dolgozom. Sok mindent szervezünk, ugye van nekünk, nekem ugye egy vörös postakocsi folyarat,
amiben tevékenykedem, indulásától fogva, ugye egy pár éve munkatársként is jelen vagyok, tehát van egy folyóiratunk is, amit csinálunk, szerkesztünk, ugye a Szabolcs-Szatmár szemlét sem hagyjam ki, az is egy fontos régi periodika az itt alkotó embereknek, és felmutatja, hogy mit is csinálunk itt, kik is vagyunk, és kik alkotnak itt, tehát nagyon fontos az is. És különböző programokat szervezünk, költészet napján, a Magyar Kultúra napján, Krudi napon kötetbemutatókat szervezünk, akkor most 10 éves lesz a Vörös Postakocsi, most tervezünk egy valami nagyobb jamborit, akkor a Szemlével is vannak tervek a könyvtárban, most ebben az évben is. Össze is jövünk külön, van egy péntek esti irodalmárok csapat, akik összejöttek minden pénteken egy pár évig, aztán most kevésbé tudjuk összehozni, mert mindannyian dolgozunk is, van egy polgári foglalkozásunk is amellett, hogy írunk. Tehát ez nehéz még mindig megélni innen vidékről, hogy az írásból éljen meg az ember és az alkotásból. Mindenki dolgozik. Egyszer így érzem magam, mint költő, egyszer amúgy érzem magam, mint költő, de ez a lételemem, hogy én Nyíregyházán élek és alkotok. Vannak elvágyódásaim, ahogyan Kölcsey Ferenc Szatmár Csekérről Philadelphiába vágyódott el. Ugye azért a magamfajta ember is elvágyódik, tehát nem akarok álszent lenni semmiképpen. Utazni jó, elvágyódni jó, és hazajönni is nagyon jó, és úton lenni is jó. Tehát nem tudom, tudtam-e válaszolni a kérdésre. Tehát az ember sokféleképpen érzi magát a különböző szerepeiben és bőrében, de én mindenhol alkotó ember leszek és vagyok. Nagyon fontos az a fajta szeretet, vagy az a fajta emberi odafordulás a dolgaim iránt, amit itt kapok, és az embernek egy jutalom szerintem, azért, mert több évtizede itt van, és itt alkot, és ennek a könyvtárnak ad, ennek a galériának ad, ennek az iskolának ad, ennek a értő közönségnek ad, tehát azért mégiscsak van egy, hát sőt, tehát van egy nagyon komoly kötődés, ami elszakíthatatlan, főleg, hogyha az ember ennyi időt élt már meg egy helyen, és már ennyi idős, akkor fontos neki az, hogy hol van. A te szemeddel nézve a te biciklidről, a te városodban, van-e olyan egy-két pont, amitől kiráz a hideg, vagy megbizselegsz, vagy ami valami pluszt ad neked? Igen, hát ugye a gyerekkornak a helyszínei azért ott vannak. Most meg is mondom, hogy mi ugrott be rögtön a kérdésről. A nagymamám háza az Epreskert utcán, ami sajnos már nincs ott, de gyakran biciklizem ott, és mindig megdobog a szívem, és nem azt a nagy házat látom, azt a nagy polgári házat, ami épült a helyére, a nagymamám vályokházát. Tehát ott van egy különleges kapocs és kötelék, ez a fajta érzelmi kötelék mindenképpen. Meg mondjuk, most nem tudom mennyire illik ilyet mondani, de beugrott a Jereván sörkelt körüli hely, ahol ugye kamaszkorunkat, meg nagy kamaszkorunkat töltöttük, megértünk, ahol megéltünk, ahol túléltük a kamaszkort, tehát de biztos, hogyha komolyabban gondolkozom, akkor több hely is eszembe jut. Élmény szinten, ha ezek jönnek először, akkor nyilván ennek megvan a maga oka. Egy sóstói erdő ősszel sétálva, az mindenképpen, most ez ugrott be ez a kép, egy sóstói erdő, és akkor azt most elmondtam, de majdnem minden szegletét ismeri az ember annak a helynek, ahol született és ahol él. Én viszont belekapaszkodok a nagyszülők házát, hogy említetted, egy picit maradjunk a nagyszüleidnél. Én nem tudom, hogy jól emlékszem-e, hogy a Zsuzsannából úgy lett Zsuka, hogy a nagypapád? A Zsuzsanna nevet adta a nagypapám, ő adta a nevemet, és innen a Zsuzsanna, és a Zsuka az meg egy másik történet, az meg egy középiskolás becenév, ami megmaradt Verébavató után. És én kikértem magamnak akkor, hogy én nem vagyok Zsuka, hanem Zsuzsa vagyok, Zsuzsanna. Hát egy dolog standard volt az életemben, nagyon szerettem a nevemet, Zsuzsanna.
szerintem szép név, ez most nem azért, mert az enyém egyébként is, tehát ez most biztos után hangzik. Aztán megéreztem benne valami egyéni egyediséget, azt, hogy egy művésznév, az, hogy tényleg determinál valami egyediségre. Aztán most az utóbbi évben zsukáz mindenki, valahogy elkapták, hogy én zsuka vagyok. Tehát a kollégáim is, mindenki zsukáz. Akartad valaha, hogy amit csinálsz, amit írsz, az valakinek tessen? Hát én itt tudatosan nem tudom, de hát bizonyára az ember nem az asztalfiúknak ír. És érdekes ez, mert az írás az ilyen, tényleg ilyen csendesebb, magányosabb műfaj, de mégis az embernek van rá igénye. Persze, hát jó, hogy van vágya, hogy olvassák, de nem ebből indul. Ez egy önkifejezés az egész. Tehát abszolút emlékszem rá, hogy hetedikes koromban írtam az első verset, tehát nem is 3 évesen, meg 5 évesen, tehát abszolút átlagos időben kezdtem el, csak nekem megmaradt, mert szerintem nagyon sokan írnak. Mai napig is írnak, tehát nem igaz, hogy nem írnak és nem olvasnak a gyermekek, máshogy, másképp. Tehát ezt a csatornát kell megtalálni. Jó, hogyha az embert olvassák, hát jó, hogy jó. Aha. Azt tudjuk, hogy te írsz, de kiket olvasol? Igen, most éppen végre rám talált a Rakovszky Zsuzsa Hulló csillag éve című regénye, és azt olvasom. Most a Rakovszky Zsuzsa korszakomat élem, nagyon sok verset és művet olvasok tőle. Előtte Száraz György Miklós, a Lovak a ködben című könyvet olvastam el, az is egy nagyon jó, tehát regényt. Nagyon jó mű volt, de szoktam verseket is olvasni. Mostanában intenzívebb olvasó vagyok, mint régebben. Azt mondtad, hogy kész van a következő kötet, meg az követő is már majdnem. Meg... Tehát a következőt, az mikor foghatjuk a kezünkbe? Én nagyon szerettem volna, vagy szeretném, hogyha a következő könyv héten jöhetne, de ez már nem feltétlenül rajtam múlik. Meglátjuk, de nem kell 9 évet várni rá semmiképpen. Ha nem is jövőre, akkor utána, vagy ha nem is könyvhétre, akkor egy év múlva mindenképpen a jövő év végén legkésőbb szeretném, hogyha jönne a másik kötet. A műsor nevét viselő feketén-fehér rendesszert kizárólagos készítője a hamarosan megnyitó Drazsé cukrászda.